Az ivóvíz drágább lehet majd az aranynál is 60-80 év múlva bizonyos területeken, erről beszélnek a szakértők. Ma van a vízvilágnapja, három fő ok létezik, a felmelegedés, a népességrobbanás, illetve a túlfogyasztás. A pazarlás szinte minden magyar családnál megjelenik, szinte minden nap. Készült egy összesítés, lehet látni, hogy 5 liter vizet használunk például kézmosáshoz, zuhanyzáshoz, 75 liter ivóvíz folyik el ilyenkor, ahhoz pedig, hogy valaki egy jót fürdőzzön a kádban, 100 liter ivóvizet pazarol el, ezt egy picit azért lehetne csökkenteni, vagyis mindenki tehet azért, hogy kicsit lassabban fogjon az ivóvíz. Körösi Csabával, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntarthatóság igazgatóságának vezetőjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Kezdjük csokorom, jó reggelt kívánok! Én amikor készültem a beszélgetésre, egészen ledöbbentem. Tudtam, hogy nagyon kevés az ivóvízkészlet a Földön, de hogy ennyire kevés, azon ledöbbentem, és elárulta nekem igazgató úr, hogy ez a hidrológiai James Bond arány, de akkor ennek mi is a pontos háttere? Ugye a James Bondot úgy ismerjük, mint a 007-es ügynököt. Ha a víz teljes, a föld teljes vízkészletét vesszük, annak 97,5% a sós, a fennmaradó résznek, tehát az édesvíznek több mint 70% a fagyott, annak 90% a fennmaradó résznek 90% a föld alatt van, tehát a maradék nagyon-nagyon pici, ami ráadásul nagy részben szennyezett. Hogyha ezen a soron végigmegyünk, akkor a Föld teljes vízkészletének 0,007%-a az, ami felszíni, könnyen elérhető, nem túl szennyezett és majdnem azonnal használható. Ezért mondják, hogy ez a hidrológiai James Bond arány. Akkor ezek szerint mennyire állja meg a helyét az, hogy el fogunk jutni oda, hogy drágább lehet a víz az aranynál? Nyilván ebben van egy pici túlzás, de ha úgy vetődik föl a kérdés, hogy egy vészhelyzetben, amikor emberéletek múlnak rajta, akkor nyilvánvalóan nincsen olyan ár, nincsen olyan magas ár, ami ne érné meg az emberi életet. De itt azért javaslom szét két dolgot. Az egyik a víznek az ára, a másik a víznek az értéke. A kettő nem szükségszerűen ugyanaz. A víznek az értéke az nem csak abból áll, hogy megisszuk, tehát az életet fenntartja. A víz a gazdaság hajtómotorja. A víz szükséges a biodiverzitás, tehát az élet minden formájának a fenntartásához. Ugye minden magasabban fejlett élőlény tovább megvan élelem nélkül, mint víz nélkül például. Ugye az ember is nagyjából 20 napig kibírja élelem nélkül, de néhány napon túl, időjárástól függően, akár néhány órán túl nem bírja ki víz nélkül, sőt egy nagyon kedves barátom, hidrológus azt mondja, hogy 7 napot szerelem nélkül még lehet élni, de 7 napot víz nélkül már nem lehet élni. Itt ugye Magyarországon nem érzékeljük azt, hogy vízhiány lenne, hiszen itt bőven van, és nem kell azzal szembesülnünk, hogy spórolni kell vele, de mégis kell vele spórolni. Pont most kellene vele spórolnunk? Hogyne. Amiben nincsen hiányunk, az a lakossági vízellátási rendszerben lévő víz. Ebben még jelentős tartalékaink is vannak minden esetőségre. Tehát normál esetben, leszámítva az extrém katasztrófákat, mi nem szoktunk olyan érzékelni, hogy csapból ne jöjjön jó víz. Ugyanakkor Magyarországon is van vízhiány, például a mezőgazdaságban. 2 évvel ezelőtt egy 3 hetes aszály több mint 100 milliárd forintos kárt hagyott maga után. Van egy olyan nagyobb régiónk, a homokhátság, ahol a talajvíz szintje évről évre 10-15 centivel megy lejjebb. Ez azt jelenti, hogy ha nem teszünk valamit, akkor ebben a régióban klimatikus és vízügyi okokból elsivatagosodással fogunk szembenézni 15-20 éven belül. Tehát van Magyarországon vízhiány ebben az értelemben, és a spórolásnak szükséges is, hogy helye legyen. Nem csak azért, mert jön vagy nem jön csapból víz, hanem gondoljunk bele, a víz előállítása energiát igényel. Ha én nem spórolok a vízzel, tehát kidobom a vizet, akkor kidobom az energiát. Sőt, az energiát, ha tegyük fel fosszilis erőművekből előállított energiával hozom létre, ebből csinálok vizet, akkor nem csak a pénzt dobtam ki, a vizet dobtam ki, nem csak az energiát dobtam ki, hanem teljesen fölöslegesen csináltam üvegházhatású gázkibocsátást.
Itt a vízszennyezés, ugye beszéltünk elős, hogy mekkora része szennyezett annak a víznek, ami ugye elvileg ivóvíz, vagy hát, hogy fogyasztásra alkalmas lehetne. Ez itt Magyarországon, vagy a világban mekkora problémát jelent a szennyezés? Nagy. A világban nagyon nagy probléma, Magyarországon is jelen van. Azért, hogy hogyan jön ez létre? Nagyon kevés szennyezőanyag nagyon sok vizet tud elszennyezni. Csak egy példát hadd mondjak, egyetlen csepp olaj körülbelül 1000 liter vizet tud elszennyezni, úgyhogy az utána használhatatlan lesz tisztítás nélkül. A fejlődő világban a természetbe kibocsátott szennyvíz 80-90%-a tisztítatlanul megy vissza. Két végén égetjük a gyertyát. Egyik végén egyre kevesebb édes víz jut egy főre a világban, különösen a száraz régiókban. Jellemzően ugyanezen régiókban a szennyvíz kibocsátás sokkal-sokkal nagyobb, mint amit a természet önmagában képes kezelni. Ez lerövidíti azt az időszakot, ami még rendelkezésre áll ezeknek a közösségeknek, hogy normális életvitelt folytassanak, és normális gazdaságot tudjanak építeni. Októberben lesz a Budapest Water Summit. Mi lesz, milyen, nyilván a víz lesz a középpontban, de ezen belül mire összpontosítanak majd? A fő célja és mottója ennek a budapesti vízvilág találkozónak megelőzni a vízválságot. Mit jelent ez? 2013-ban a fő cél az volt, hogy segítsünk a világnak megmondani, hogy körülbelül mit kellene elérni 2030-ig, hogy legyen életesélyünk, tehát milyen fordulatot kellene végrehajtani víz tekintetében, vízgazdálkodás tekintetében. 2016-ban azt tudta kidolgozni a BVS, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Most 2019-ben pedig látjuk, hogy jön szembe a vízválság a világ számos régiójában. A fő kérdés az, hogy hol és hogyan lehet ezt megelőzni, illetve ahol ezt már nem lehet megelőzni, hogyan lehet majd túlélni. Nagyon rövid választ kérnek, igazgató úr, hányadik órában vagyunk a víz tekintetében? 24. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.